Három járás 67 településén végez többek között tűzoltási és mentési feladatokat a januártól működő fehérgyarmati katasztrófavédelmi őrs. Az egységet ünnepélyes keretek között adták át. Itt elhangzott, a szatmárberegi térség katasztrófák szempontjából veszélyeztetett, ezért fontos, hogy most már hivatásos egységet tudnak mozgósítani. A szervezeti átalakítás miatt 2014 végéig országszerte 65 katasztrófavédelmi őrsöt adnak át. Az utóbbi évtizedek egyik legsúlyosabb természeti katasztrófája 2001-ben történt itt a szatmárberegi térségben. A gátszakadások után 140 millió köbméternyi víz zúdult a településekre, 20 ezer embert kellett kimenekíteni. A térség veszélyeztetettségéről is szóltak a fehérgyarmati katasztrófavédelmi őrs átadásán hétfőn. Három olyan járás területét fogja védeni, amely talán azt kell mondani, az ország egyik legveszélyeztetettebb területet, tehát mind a Vásárosnemény félgyarmat és a Csengeri járásokról szólunk. Tehát elhangzott a köszöntőben a főigazgatónak, hogy 67 településen lát el elsősorban elsődleges beavatkozást a tűzoltóőrs, már régen szükség lett volna rá, a társadalmak az új jogszabályok lehetővé tették, hogy most ezt részre tudtuk hozni. Ha esik az eső három napig, akkor mindenkinek összeszorul egy kicsit a szíve, és visszaemlékszünk a 98-as, 2001-es árvize, a 98-as veszélyes helyzetre. Mindenkinek megvan a saját maga élménye, ki, aki elveszítette a akkori házát és újjáépítette az akkori kormányzat, aki pedig a védekezésbe vett részt, annak természetesen ezek a képsorok jutnak az eszébe. Fehérgyarmaton 1882-től működött önkéntes tűzoltóegylet, ez később egyesületté, majd 2005-ben önkéntes tűzoltósággá alakult. A fehérgyarmati katasztrófavédelmi őrs januártól a Mátészalkai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság egységeként működik. A szervezeti átalakítás a beavatkozások gyorsaságát és hatékonyságát is javítja. Négy kirendeltsége van ebben a megyében a katasztrófavédelmi igazgatóságnak, Nyíregyháza, Mátészalka, Kisvárda és Nyírbátor, és éppen ezért szükség volt arra, hogy közelebb kerülve az emberekhez, itt Fehérgyarmaton egy őrső jön létre, amely közelebb hozza a tűzoltókat, fizikálisan is közelebb hozza, kilométerben is közelebb hozza az emberekhez, gyorsabban tudnak kivonulni, rövidebb idő alatt tudják menteni az emberi életeket és az anyagi javakat, illetve a műszaki mentésben is részt vesznek, hiszen jól tudjuk, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében több fontos közlekedési útvonal is található, és ezek elég zsúfoltak, elég balesetveszélyesek. Tavaly 18 katasztrófavédelmi őrsöt adtak át az országban, idén 5 egységgel bővítik a rendszert. Az úgynevezett ősprogram 2014-ben zárul, addig összesen 65 egységet adnak át hazánkban.